Az ősz folyamán Orbán Viktor miniszterelnök úr Győrbe látogat, ugyanúgy, ahogy ez ugye megtörtént már több megyei jogúvárosban, például Sopronban is, és itt a polgármester úrral közösen a Modern Városok program keretében részletesen ismertetni fogják rövidesen, tehát az ősz folyamán azokat a fejlesztéseket, beruházásokat, amelyek Győrt érintik. Néhány hét múlva Győrbe jön a miniszterelnök, hogy személyesen jelentse be a következő évek legnagyobb helyi fejlesztéseit. Ezt mondta szerdai sajtótájékoztatóján Simon Robert Balázs. A megyei fejlesztések miniszteri biztosa arról számolt be újságírók előtt, hogy felgyorsul az uniós pályáztatás, ami komoly versenyelőnyt jelent majd a hazai szereplők számára. Mindenképpen a versenyképesség megőrzése, az új munkahelyek teremtése, illetve a gazdasági növekedés szempontjából fontos az, hogy minél előbb kiírásra kerüljenek a pályázatok. 2017. június 30-áig gyakorlatilag a 2020-ig tartó uniós ciklus minden pályázata kiírásra kerül. Én azt gondolom, hogy ez jelentős versenyelőnyt jelent majd a hazai vállalkozások számára, a régióban vagy a külföldi közeli országokban működő vállalkozások kapcsán is. Ebben az évben egyébként 133 pályázat kerül még kiírásra. A csaknem 1200 milliárd forintnyi úgynevezett top forrásokra már ősszel kiírják az első pályázatokat, mondta Simon Robert Balázs, aki azt is hangsúlyozta, helyi gazdaságfejlesztésre és munkahelyteremtésre a megyében több mint 23, Győrben pedig 21,6 milliárd jut majd. Győr esetében az összeg meghaladja a 21 milliárd forintot, Sopron esetében pedig megközelíti a 11 milliárd forintot. Győr-Moson-Sopron megye többi települése, több mint 180 településről beszélünk, pedig 23,3 milliárd forint értékben tud gazdálkodni, ez egy megítélt keretösszeg. Erre egy integrált településfejlesztési stratégiát kellett készíteni a megyének és a településeknek is. Ennek az elfogadása megtörtént a múlt héten a kormányülésen. Ez azt jelenti, hogy szeptember folyamán gyakorlatilag a konkrétumok is kibontásra kerülnek, azaz megismerik a megyék és a városok a programjuk alapján összeállított lehetőségeket. A miniszteri biztos bejelentette, Magyarországnak összesen 12 000 milliárd forint brüsszeli forrás jut a 2020-ig tartó uniós ciklusban, ezen belül pedig csak a mezőgazdaság 1300 milliárdnyi uniós pénzhez jut a következő években.